Nemrég nálam járt egy projektor Kínából, ami kivételesen fényes volt az árához mérten. Nos, a Vambo úgy döntött, hogy ennek a Pro verzióját is megjelenteti, és így több fényt kapunk, ha ez lehetséges. Kíváncsivá tett ez a kis eszköz, és pár hét használat után azt kell, hogy mondjam, ez eddig a legfényesebb projektor, ami nálam járt, ha figyelembe vesszük, hogy 110 ezer forint alatt hozzá lehet jutni, ez igencsak dicséretes. De nem is húzom tovább az időt, mutatom, hogy mire is képes a gyakorlatban. Van egyfajta íratlan szabály a gyártóknál, hogyha valami Pro verzió, akkor annak garantáltan feketének kell lennie. Ez itt sincs másképp, még a sima kiadás egy mutatós matt fehér burkolatot kapott, itt habár picit elment a fémes irányba, kellően sötét, hogy még éppen beletartozzon a Pro családba és véletlenül se tévesszük össze a sima kiadással. A doboza ezzel szemben egy hangulatos fehér színben tündököl, hatalmas freskóval magáról a projektorról. Oda bent egy tápkábelen és távirányítón kívül nincs semmi, így itt sokat nem fog elkalandozni az ember, egy perc alatt üzemkész állapotba lehet végül is hozni. Kézbe fogva az ember túl sok különbséget nem vesz észre a sima kiadáshoz képest. A súlya, a méretei, de még a forma világa is teljesen megegyezik, az alján lévő rögzítő menet itt végül is középre vándorolt, így nem kell hozzá külön felfogató keret, ez mondjuk egy pluszpont. Ezt a letisztult, elegáns benyomást nagyon jól továbbvitte ez a modell is. Az arany futtatás itt elől, a sötét sejtelmes színnel simán belesimul egy sötétebb tónusú nappaliba vagy irodába, és körbeforgatva sokkal több szellőző nyílást tarkítja, mint a sima X5-öt. Épp ezért halkabb is tud lenni működés közben. Alacsony hangerőn sorozatot nézve nem is igazán hallotta belőle semmit, a 26 decibeles zajszint, amit a ventilátor tud hozni, tényleg nagyon alacsony. Az eszköz balján megtaláljuk a porfiltert, ami nagyon könnyen kipattintható, és bármikor megtisztíthatjuk, vagy ha szükséges, a csere is megoldható könnyedén. Na de kapcsoljuk is be, az 1100 ansi lumen fényerő azonnal arcon vágja az embert, és borúsabb napokon, mint mondjuk a mai nap, be sem kell sötétíteni, mindent látunk a képből, nagyon jó, amit kivetít. Nem véletlenül ez a Vambo jelenlegi legfényesebb projektorja, de tessék, nézzétek, ilyen a gyakorlatban. A felbontásban megmaradt Full HD-n, ilyen árszabásban végül is többre nem is igazán számíthatunk, de legalább a jelfelbontásban a 4K támogatva van, így a kompatibilitása, ha külső eszközt csatlakoztatunk rá, rendben lesz. Android TV 14 rendszer van rajta, ami egy újabb rendszer a sima modellhez képest, támogatva van minden applikáció és mozgás közben a rendszer nagyon responszív. Ez az egyik legnagyobb előnye a sima X5-tel szemben, azon a rendszer eléggé lassúcska volt, és hát valljuk be, olyan bután is nézett ki. Ezzel szemben a nagy felbontású ablakos elrendezés streaming szolgáltatókhoz hasonlít a legjobban a menü felépítésében, egy nagyon kellemes élményben lesz részünk, ami kifejezetten fontos, ha általában nem külső eszközzel használjuk ezt a projektort. Önmagában persze hozza egy okos tévének a szintjét, minden streaming applikáció itt van, plusz nem érdek androidos játék is, a filmnézés, zenehallgatás gyárilag megoldott, de ha már zenebe hallgassunk is bele, mert a gyártó szerint a Pro verzió sokkal jobb a zene terén a sima X5-höz képest. A test során én végig a szokásos töltfehér falra vetítettem, nem használtam vásznat, valószínűleg ott még szebb a képe, de sima csupasz falon is nagyon durva, milyen képminőséget kapunk tőle. Bárkinek is mutattam, csak dicsérni tudta a meglepődés után, hogy ez erre képes? Videón nehéz átadni, de nagyon korrekt a képminősége. Ha konzolt esetleg PC-t kötünk rá gaming céllal, a szokásos kis késleltetésű modell érhető, érdemes ezt bekapcsolni, de gyárilag egyáltalán nem volt durva a késés, itt is van egy kis játék, ezt nézzétek. Én olyan 70-80 szoros képátlóba vetítettem ki, ahol egy picit kilóg a lólap, ha közelülünk az alacsony felbontás miatt, de könnyedén csökkenthetünk ezen az átmérő, sőt, elég sok mindent beállíthatunk rajta. Itt meg kell jegyezni, hogy a kivetített kép arányában is fejlődött az X5 Pro, ugyanazon átmérőhöz kisebb távolság is elég, így például egy óriási 140 szoros képhez elég 3,9 méterre távolodni a faltól, a belépő modellnek a 4,7 méteréhez képest, azért ez jelentős, van, akinek ez is nagyon fontos, főleg ha le van korlátolva a szoba mérete, ott nem állt olyan
olyan projektot választani, amit nem kell túl messzire helyezni egy szép nagy képátló miatt. A szint első szabásánál személy szerint a szokásos, kicsit intenzív színvilágot állítottam be, és az automata algoritmus itt is minden mást kezelt. A szöget, az élességet, a tárgy elkerülést minden magától beállított, ez ugyanúgy megvan, mint az X5-nél. Ami ott jól működött, az itt is hozza a kötelezőt, csak pár dologban az X5 Pro finomodott. Egyedül a portok terén mondhatnám azt, hogy egy kicsit visszalépést tapasztalok. Az AV csatlakozó nincs többé, viszont minden más ismerős lesz a sima X5-ről. HDMI port, dupla USB csatlakozó és fülhallgató jack is van, ha nem lenne elég a 2x5 wattos hangrendszer, ami itt is hátrafelé szól, ehhez igazítsátok majd az eszköz elhelyezését, a projektor előtt ülve eléggé tompa volt a hangminőség, jobb mögötte maradni. A belső hardware terén azért ezt ki lehet jelenteni, hogy egy pici előrelépésünk van. Az új Android valószínűleg megkövetelte a plusz 1 GB memóriát, amivel így már az összmennyiség 2 GB-ra hízott, az alap 16 GB tárhely persze megmaradt, a Wi-Fi 6-tal megspékelve, szóval a net kapcsolatunk sebessége is stabil lesz, az X5 Pro biztos, hogy nem lesz a videó streaming megakasztója, ha ilyen történik, ott valami más lesz a hibás. Na de itt az ideje, hogy összegezzünk. Az X5 Pro végül is azokban a dolgokban fejlődött, amivel bajom volt a kisebb modellnél, és ennek ellenére sem rugaszkodott el az árszabása. Ez továbbra is a belépő árkategóriát képviseli. Ez a modell remek beugró lehet a projektoros világba, meg fog lepődni az ember, hogy pontosan mire is képes. Szerintem ezzel a típussal kezd, ha nem annyira fontos a kristálytiszta hangminőség, amit ugye megkapsz a kicsit duci modelleknél, viszont ott a képminőség sokkal rosszabb, mint ennél a Pro modellnél. De ennyi is lett volna ez a teszt, hogyha tetszett, jelezd ezt egy lájkkal és iratkozz fel a csatornára. A következő videóban találkozunk, addig is. Sziasztok!